Az elmúlt hetekben új politikai fogalmakkal kellett megismerkednünk, ilyen például az álküldött, a becsületes politikus, vagy a kisebbségi kormány. Ürmös Zsolt következő jelenetében a kisebbségi kormányzás rejtelmeiben mélyedhetünk el, a kormányülésről tudósít Somogyi András. Kedves barátaim, tisztelt miniszter urak, köszöntök mindenkit a kisebbségi kormány alakuló ülésén. Azt is mondhatnám, hogy megcsináltuk. Jaj, man, more dicsák! De sukor vagyok ebbe a barsony székbe. Én vagyok a legsukorobb a parlamentben. Ó, Ferikém, hogy nyáljam ki a buladat. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, ahogy egy régi-régi Dakota közmondás tartja, döglött lovon a kisebbségi nyereg is lötyög. Még egyszer mondom, lötyög. Hát ez az ember meg mit keres itt? A kisebbségi kormányzás nem azt jelenti, hogy 160 centi alatti pártelnökök vannak benne. Kedves barátaim, polgártársak, Beja asszony. Jó magam, mint a Dakota kisebbség hazai képviselője. Természetesen teljes jogú tagja vagyok a kisebbségi kormánynak. Még egyszer mondom, kormánynak. Nézze, pártelnök úr, ön eltévesztette a házszámot, a Lilliputi cirkusz a Városligetben székel. Kedves barátaim, ahogy egy régi-régi Dakota közmondás tartja, Böszme kocsinak kisebbségi a kormánya. Még egyszer mondom, Böszme. Ugyan a pártelnök úr, itt én mondom a böszmeséget, Irgum-burgum hetyetje. Bomcsiko váva. Jaj, man, fecókam! Olyan sztart csinálok én belőled, ragjam ki a szőrödet, ami neked nincsen, dicsák! Hát nézzék, sajnos az a helyzet, hogy a gazdasági miniszterünk, Zalatnai Cini, csak kívülről tudja támogatni a kormányt, ugyanis a melleitől nem fért be a kabinetbe. Kulturális miniszterünk, Delhusza Johnny, nem tudott személyesen megjelenni első ülésünkön, de mindenkinek azt üzeni, hogy Nika Szeper Imenu. Kedves barátaim, követelem, hogy Delhusza John mondjon le. Tisztelt miniszter urak, bemutatom igazságügyi miniszterünket, Terry Blacket. Kérem, Terike. Ismertesse a programot. Na ide figyelj, édesapa! Aki nem ért egyet velünk, az beperelem. Nem kicsit, nagyon. Még a gatyát is leperelem róla. Egyébként is a Havas Henrik mit keres itt? Kus legyen. Mondom, hogy fejezzék be ezt a szánalmas röhögést. Én Fekete Pákó külügyminisztert helyettesítem. Én vagyok a szóvivője. Jó pénzért elvállaltam. Pákó miniszter úr most az Adidadidid. Körúton van a Közel-Keleten. Édesap, ez felháborító, csak igazolt kisebbség lett tagja a kormánynak. Nos, az a helyzet, hogy én valójában kisebbség vagyok. A görög kisebbséghez tartozom. Sokáig az Olympuson éltem. Eredeti nevem Havas Henrikos Zeuszos. A bizonyítéknak csak annyit, hogy ott a könyvem, amiben mindent leírok, az szintén görög Kelemen Anna pitájáról. Köszönjük a bizonyítékot, Henrik, elfogadjuk. Megtudhatjuk, mit csinál most Pákó miniszter úr a Közel-Keleten?
valószínűleg egy újabb gyereket. De ki a francot érdekel, csak azt tudom, hogy én mit fogok csinálni. Ha, írok még egy könyvet. Kedves barátaim, ez a kormány nem legitim. Még egyszer mondom, nem legitim. Mi az, hogy nem vagyok intim? Most mi bajod van, csaje? Hogy Gaspar Győző sikeres? Jaj, de nagyon okos vagyol. Ó, de vagány vagyol. Valaki lett belőled altalám? Kedves barátaim, úgy látom, hogy a kínaiak már a kormányban vannak. Még egyszer mondom, a Spice-ban vannak. Ugyan a pártelnök úr, ő csak a gazdasági miniszterünk, Wong Huang-yang. Kérem, miniszter úr, mutassa be a kisebbségi kormány győztes gazdasági programját. Ocoprogram 1500, ocoprogram, áfátszámlá. Köszönöm.